A 10. fordulóig kellett várniuk a kisvárdai szurkolóknak arra, hogy a Várkerti stadionban láthassák csapatukat. Nem indult jól a találkozó a hazaiak számára, a 22. percben széles öngóljával hátrányba került Mátyus János együttese. 7 perc múlva Csipet is 11-esből egyenlített, majd 4 perccel a félidő vége előtt Balog Norbert fejjel juttatta vezetéshez csapatát. A második játék részben mindkét együttesnek volt lehetősége gólt szerezni, azonban egyik csapat sem talált a kapuba, így a Kisvárda gazdagodott 3 ponttal. Nyilván egy meccs volt a sok közül, de mégsem, hiszen először játszottunk a Várkerti stadionban, otthon hazai közönség előtt. Az első meccsen volt nekem is személy szerint a kisvárdai publikum előtt, és éppen ezért óriási a boldogságunk, hogy sikerült nyernünk. Egy borzasztóan kiegyensúlyozott mérkőzés volt. Én úgy érzem, két nagyon-nagyon hasonló játék előtt képviselő csapat játszott egymás ellen. Összességében talán azért egy góllal feltétlenül jobbak voltunk. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Paks 2-5, Újpest Kecskemét 5-3, MTK Budapest Puskás Akadémia 0-5, DVSC Fehérvár FC 3-1 és DVTK Ferencváros 1-2. A tabella élén a 22 pontos Ferencváros áll, megelőzve az egy meccsel többet játszó 21 pontos Paksot. A 7 ponttal 11. Kisvárda legközelebb Pakson lép pályára. Egy bomba formában lévő csapathoz látogatunk, de én semmiképpen sem gondolom azt, hogy feltartott kézzel fogunk játszani, sőt, azért a Szászlikerő Ferencváros kivételével a többi csapat ellen azért mindig lehet a csapatnak győzelmi esélye. Akár a Ferencváros ellen is, hiszen láthattuk, hogy az első meccsen volt ott az ülőtön, és egy óriási védéssel tartott otthon a 3 pontot a Ferencváros ellenünk. Magyarul visszatérve a Paksra, azt gondolom, hogy bár valóban az egyik legjobb formában lévő magyar csapatról van szó, de ettől függetlenül egy harcolt, fegyelmezett játékkal lehetesünk akár a pontszerzésre, vagy akár még a győzelemre is. A Paks Kisvárda mérkőzés vasárnap délután 3:30 kezdődik. A 11. forduló további párosítása a következő: Kecskemét Zalaegerszeg, Fehérvár FC DVTK, Puskás Akadémia DVSC, Mezőkövesd MTK Budapest és Ferencváros Újpest.